hát akkor... Hát meg is érkeztünk, sziasztok! Sziasztok! Hát itt vagyunk akkor az új helyen, hát ugye Pannonia utcából eljutottunk idáig, és akkor megint egy kicsit van mesélni. Kicsi változás. Már egy éve, annyira gyorsan telik az idő, emlékszel? Igen. Milyen érzés volt átköltözni? Hát én nem is tudom igazából, mai napig meglepődök. Tehát, hogy akkor a klinika lett, és hogy honnan indultunk. Olyan sokszor emlékszem, hogy... Két lakás, három lakás, és egyszer csak egy klinika. Igen. És ez nagyon rövid idő alatt történt meg. Gyorsan bizony. És emlékszem, hogy mennyiszer mondtad, hogy mennyire szeretted azt a családias légkört, ami ugye a másik helyen volt, amikor még szalon voltunk. Ugye ott még tényleg olyan kis... Kicsi, aztán egyre nagyobb lett, és hát sokat beszéltünk róla, hogy majd meg fogjátok látni az új helyet, és milyen, és azt hiszem, te láttad előbb is, mint a többiek, félkész állapotban, az milyen volt, emlékszem még? Nem tudtam elképzelni, hogy fogunk. Meg hogy lesz kész? Meg én emlékszem az első napra, amikor itt kezeltem, és valahogy úgy jó érzés volt, de úgy mégsem találtam a helyen, mert nyilván előtte azért nem is tudom, másfél-két évig vagy, hogy azért... Két évig ott voltunk a másik helyen. Sok ideig ott voltunk, és valahogy úgy kerestem magam. Ez egy nap volt, és hát most meg már igazából én azt gondolom, hogy itt is igyekszünk ezt a családias légkört, és én azt érzem, hogy nem változott semmi ezzel kapcsoltban. Akkor menjünk be az irodába, üljünk le és meséljük el akkor nektek, hogy hát hogyan jutottunk el idáig ebbe a környezetbe, ebbe a világba, mennyi mindent csináltunk Tibivel és Emőkével együtt közösen, hogy mindezt megteremtsük és megvalósítsuk. Úgyhogy akkor menjünk az irodába. Hát itt vagyunk akkor az irodában, immáron egy éve tulajdonképpen. Jokival, ami miattad került oda, de azt beszéltük meg, hogy elmeséljük, hogy hát hogyan jutottunk el idáig, és hát ki kezdje, hogy kezdjük. Egyébként ugye én emlékszem, hogy valahol, ugye 19-ben nyitottunk. Októberében. Igen, akkor volt hivatalosan a nyitás, és utána 20 vége fele kezdtük el nézegetni, hogy mi legyen, és úgy nyitottuk, ugye a mellettünk lévő lakásokat sikerült megcsípni. És 21 év elején, vagy 20 legvégén kezdtük el nézegetni a ilyen lehetőségeket, hogy hova lehetne átköltözni. És emlékszem a méretekben, amiben először gondolkodtunk, 100-150-200 négyzetméteres helyeket, és amikor először ide jöttünk, és mondták, tényleg, hogy 460 négyzetméter, mondom, hát ez kétszer akkora, mint nekünk kell. Nem, én 300 körül mondtam, hogy lenne ideális, te mondtad, hogy ilyen 250 is elég lesz. Igen. Én ilyen 3-320 körül mondtam, és hát úgy látszik, hogy már lassan ez a 480 is kicsi lesz, ugye? Először nem akartam, annyira nagynak tűnt. Mindegyik, ez volt a legnagyobb, amiket néztünk, mindegyik kisebb volt. Volt, ami 170 négyzetméter. Igen. Mindig a Váci úton néztünk. Ezen a környéken. Gondoltam, hogy megosztom veletek, hogy Emőkét, hát melyik évben ismerkedtünk meg? Abban az évben, amikor az esküvőnk volt a Tibivel. Ugye én akkor voltam előtte, ugye? Emlékszel? Ugye nagyon sokat... És melyik évben esküdtünk? Melyik évben esküdtünk? Na, 2016-ban. 16-ban, persze. 2016-ra tekint vissza Emőkével a mi tulajdonképpen kapcsolatunk, mert hát én már akkor is, amikor még nem volt Everte, mindig nagyon figyeltem az esztétika világára, mindig nagyon figyeltem önmagamra, az egészségtudatos életre, a szépségre, mindenre, és... Hát, hogy az esküvőre, hogy a legjobb formámat hozzam, ezért felkutattam az akkori, szerintem az egyik legjobb klinikát, ahol testkezelésre mentem el, egy 10 alkalmas testkezelésre, és hát aki a kezelést végezte azon a klinikán, az nem más volt, mint Emőke. Nekem az volt az első ilyen komolyabb klinika, ahol dolgoztam, és ugye arckezelésekkel, ugyanúgy testkezelésekkel, meg ott ismerkedtem meg egyébként a szőrtelenítéssel is. 2016. Igen. Lehetett. 16, mert ugye akkor volt az esküvőnk, és én előtte mentem el egy ilyen 10 alkalmas testkezelő csomagra, amit ugye, hát te lettél a kezelőm, és mi már akkor, hát nem véletlen, ugye, hogy Emőke azért itt van velünk, hiszen mi már akkor annyira jól, relatív összebarátkoztunk, hogy azóta is megmaradt ugye a kapcsolat kettőnk között, alkalmanként azért váltottunk néhány szót, tehát tudtunk egymásról. Láttam a Tibi képen, a Tibi hozzá fogsz
igen. Ugye én egyébként mai napig jóban vagyok, nagyon sok olyan vendégem van, tehát valahogy így azt is nagyon szeretem ebbe a munkába, hogy olyan mondhatni baráti kapcsolatok alakulnak, sose lehet tudni, hogy, és van, amikor felhívtál, igen, hogy üljünk le egy kávéra. Beszéltünk ugye, hogy hát van egy ötletünk, egy álmunk a Tibivel. Hát és... ezt nem így mondtad, azt mondtad, Emőke, én most nyitok egy klinikát, és te ott fogsz dolgozni, igen? Nagyon jó lesz. És, te és én meg így hallgattam, hogy de hát a Tibor ő IT, valami műszaki, nem tudom, programozás, nem tudtam elképzelni. Rólad meg tudtam, hogy ugye szálloda, nem tudom, tehát hogy így a szakmához különösebben nem kötöttelek titeket. De amikor meg találkoztunk, elmentünk kávézni, akkor még a Tibi nem volt Itália, hoztad a Donit is, ja, tudod, a Szent István körúton először, akkor beszélgettünk először. De mi előtte leültünk, szerintem egy fél évvel előtte egy gyors kávéra, és akkor mondtad, hogy szalon lesz, franchise lesz, több lesz, majd jössz, mész, minden szuper lesz. Én meg így, hát mosolyogtam. Tehát megmondom őszintén, hogy nagyon örültem neki. Én akkor az Estée Laudernél dolgoztam, és igazából úgy voltam vele, hogy hát lehet belőle bármi végül is. Meg nagyon határozott voltál. Eldöntöttük, hogy közösen együtt, Emőke segítségével tudjuk megvalósítani mindazokat a terveket, álmokat, célokat, amiket mi kitűztünk magunk elé. Tehát ugye mi már előtte egy évet azzal töltöttünk a munkánk mellett, hogy ugye egyrészt képzésekre, oktatásokra, online oktatásokra, azokon én vettem általában részt, képeztük magunkat, de nem csak szakmai téren, tehát hogy megnéztük, meg megtanultuk ezeket a szakmai kezeléseket, pedig ugye mi nem vagyunk ugye szakemberek, tehát nem végzünk ilyen kezeléseket, de hogy hitelesen tudjuk képviselni, mi is megtanultuk, de menedzsmenttel kapcsolatos tréningeken, coaching tréningeken, sőt, olyan tréningen is részt vettünk Tibivel, ami egy egynapos tréning volt, hogy cégvezetőként mi mennyire tudunk jól hatékonyan együttműködni. Igen, ezt egyébként pont az a cég szervezte, akiktől a Prime Lens gépünk is van. Egy külföldi oktató volt itt Magyarországon, és igazából cégvezetők részére tartottak egy ilyen kétnapos tréninget, és, és volt egy nagy teszt a végén, és kiértékelték, hogy ki milyen vezetői mentalitású, jó vagy nem jó vezető, és hogy milyen vezető illik mellé, és akkor emlékszem, hogy amikor kielemeztek minket, ugye erre több napot kellett várni, akkor leült ugye a gyártócégnek a tulajdonosa, a külföldi partner velünk, hogy hát nagyon ritkán lát ilyen kombinációt, hogy... A világ két vége vagyunk, de hogy ez a két nagyon két személyiségtípus nagyon erősen ki tudja egészíteni egymást. Tehát nem középszerű, tehát mind a ketten nagyon erős cégvezetők vagyunk, de nagyon-nagyon más irányból közelítjük meg, igen, a dolgokat. De ugye ezért úgy érezhető azóta is. Igen. De egyébként ugye Emőkéről hozzá lehet tenni azt, hogy ő mindig is a szakma szerelmese volt. Tehát amikor én először találkoztam vele 2016-ban, és akkor még ugye relatív kezdő ugye szakember voltál, de azt a szeretetet, azt a fajta munkához való hozzáállást, tényleg nem lehet munkához való hozzáállásnak nevezni, pont azt látom benne, amit én magamban is érzek, meg mondjuk a Tibiben is érzek, hogy mindannyian olyan emberek vagyunk, hogy az, amit csinálunk, ami a munkánk, az nem, a munka, nem csak a munkánk, hanem az életünk, a mindenünk tulajdonképpen, ezzel fekszünk, ezzel kelünk, ezzel foglalkozunk, nem is tudnánk elképzelni, hogy egy más típusú világban dolgoznánk. És ugye Emőke, azon túl, hogy azt gondolom, hogy ő technikailag is egy rendkívül ügyes szakember, de hogy a szíve ott van, és mindent megtesz azért, hogy olyan tudást tegyen bele a munkába, ami nélkül ez az Everden klinika nem lenne. Tehát mi, mint vezetők Tibivel mindent megtudunk, minden hátteret, mindent biztosítani, mindjárt erről is mesélünk egy picit, de
ugye Emőke elkezdte a kezelésekkel, mi tényleg úgy volt, hogy egy kezelőlánnyal indultunk, Emőke irányította a, hát a szakmai csapatot, aki ugye hát önmagából, meg ugye plusz egy főből. Igen. Mi meg mindent, minden mást csináltunk, és ahogy nőttünk, ugye egyre szerencsére ugye növekedett a vendégek létszáma, hát ugye több kezelőre lesz szükség. Ugye erről elfelejtettünk beszélni, hogy kifejezetten lézeres szőrtelenítéssel kezdtük az egészet, semmilyen más szolgáltatás nem volt. Egy darab lézeres szőrtelenítő gépet vettük meg, ami viszont, hát azt gondolom ikonikus volt itt Magyarországon, nálunk volt másodszorra, második helyként elérhető.